A szerb lista mind a 10 garantált helyet megszerezte a koszovói parlamenti választáson, nyomatékosította Márko Gyurics, Szerbia koszovóügyi irodájának vezetője a szerbiai RTV műsorában. Hangsúlyozta, Pristinában a kormány nem lehet legitim, sőt a tartományi intézmények sem létezhetnek szerbiai képviselők nélkül. Ezek után a szerb lista ajtaján kell kopogniuk azoknak, akik törvényesen szeretnének intézményeket létrehozni. Ezért harcoltak a szerbek, tette hozzá Gyurics. Od sutra ćemo već da radimo na realizaciji daljoj plana predsjednika Vučića za pomoć srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u okviru koga realizujemo 149 projekata. Jer znate, treba da se živi. Naš narod treba da živi. A za to su potrebne i ono što sada radimo. I nove bolnice, i nove škole, i novi putevi, i novi proizvodni pogoni. I to će biti naša pobjeda. Naša pobjeda će biti u narednim mjesecima i godinama da imamo bolje uslove za opstanak srpskog naroda i da nas tamo bude više, a ovi izbori su jako dobri zbog toga što je na njima, evo vidjet ćete i kada budu došli i konačni rezultati, na njima je glasalo preko 13-14 hiljada Srba više nego prethodni put. Ivica Dačić újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd soha nem volt egyszerű. A szerb külügyminiszter szerint a koszovói vezetés a legtöbbször egyoldalú megoldást javasolt, és nem akart kompromisszumot kötni. A párbeszéd pedig attól is függ, hogy mikor alakul meg a pristinai kormány, tette hozzá Dačić. Ono što sigurno mi očekujemo da se nastavi dialog, očekujemo da se ukinu takse i da se time stvore uslovi da se traži jedno mirno kompromisno rješenje. Az új pristinai kormánytól Belgrád azt várja, hogy eltörli a boszniai és a szerb termékekre kivetett 100%-os vámokat, mondta esti sajtótájékoztatóján Alekszandar Vučić, szerb elnök. Mislim da će imati nelake pregovore, očekujem da se vlada formira tek u decembru, ako to smem da kažem kao očekivanja. Niti se nadam, niti me druge stvari zanimaju, mi se spremamo, imamo svoj ugao, a želeo bih da verujem da će neka odgovornija vlast ukinuti taksu i omogućiti uslove za početak razgovora. A koszovói előrehozott parlamenti választások végeztével a szavazatok 95,88%-os feldolgozottságánál a jelentések szerint a két legnagyobb koszovói ellenzéki párt kapta a legtöbb szavazatot. Albin Kurti pártja, az Önrendelkezés, a Voksok 25,79%-át kapta meg. A második helyen Isa Mustafa pártja, a Koszovói Demokrata Szövetség végzett 25,05%-kal, míg a Kadri Veszeli házelnök vezette Koszovói Demokrata párt a Voksok 21,15%-át szerezte meg. Albin Kurti még a választások előtt azt nyilatkozta, hogy eltörli a vámokat, azonban Belgrádtól is hasonló lépéseket vár el, például a háborús kártérítést. Hozzátette, hogy már az első héten megkezdi a párbeszédet a koszovói szerbekkel. Vereséget szenvedett viszont a Ramush Haradinaj távozó kormányfő köré szerveződött koalíció, amelyre a választópolgárok 11,63%-a voksolt. De még ennél is rosszabbul szerepelt Bejet Pacoli eddigi külügyminiszter pártja, koalíciós partnereivel együtt ugyanis nem került be a törvényhozásba, mivel csak a szavazatok 4,92%-át szerezte meg.